1972-ben volt itt utoljára. Hogyan változott a gondolkodásmódja, az élete az elmúlt 10 év alatt? Veszélyesebb lettem és nyugtalanabb. Ezt hogy érti? Ó, igen. 10 évvel ezelőtt sokkal óvatosabb voltam. Most borzasztó veszélyessé váltam, nyugtalanná, álhatatlanná. Senki sem tudja, mire készülök a következő pillanatban. Ezt azelőtt sem tudták, nem igaz? Soha sem tudták. Tehát ennyi a változás. Nos, bizonyos értelemben igen. Talán megérti, furcsa dolgok történnek. Tehát komolyra fordítva a szót, az ember türelmesebb lesz, elnézőbb, sokkal együttérzőbb az emberekkel, megértőbb az elképzelésekkel, vagy legyen az bármi. Az évek folyamán természetesen sokat változtam. Most el sem tudom képzelni, milyen voltam 10 évvel ezelőtt. Az a valaki, aki 10 éve itt járt, számomra teljesen idegen, azt sem tudom, hogy ki volt. És hogyan változott az életmódja? Nos, többé-kevésbé ugyanaz. Hogyan él? Nagyon jól. Melyik országban van az otthona? Ahol a könyveim vannak. És hol vannak a könyvei? Nos, 2 könyvtáram is van, azaz 3. Londonban, aztán Mexikóban és Svájcban. És ezek közül melyik az otthona? Ahol a könyvek vannak. Ezek szerint 3 otthona van. Igen. Mennyi időt tölt el az otthonaiban? Nagyon keveset. Olyan sokat dolgozom ugyanis, hogy nagyon nehéz meghatározni, hol élek. Azt mondanám, hogy a meghatározó, az alap otthonom Svájcban van. Mennyi időt tölt el ott egy évben? Nem is tudom. Ha szerencsés vagyok, talán 2 hetet. Többnyire szállodákban élek. Ezt hogy bírja? Nem tudom. Valószínűleg a világ egyik legjobb szálloda szakértőjévé váltam. Ez is egy nagy szálloda. Azaz nem tudom, hogy maga a szálloda mekkora, de ez a szoba, ahol lakom, szép, tágos. Hát se az épület egyik széle eléri a Dunát, a folyó másik oldala, mint tudja, Buda, és mi itt Pesten élünk. Köszönöm szépen a földrajzleírást. Földrajzira gondol. Veszben született. Veszi, ugye? Igen. Mondana valamit a gyerekkoráról? Hányan voltak a családjában? Milyen volt az édesapja? Hogyan élt 14 éves koráig, amíg még Jenkinsnek hívták? Nos, ezt a történetet már olyan sokszor elmeséltem, hogy én is unom már. De rendben van. Egy vagyok a 13 gyerek közül. Az apám bányász, anyám pincérnő volt, és én 12-ként születtem meg. 13-unk közül 4 már halott. Olyan sokan vagyunk már a családban, hogy még ebben a csodálatos hotelszobában sem férnénk el. Annyi az unokatestvér, unokaöcs, unokahúg. Hogyan élt abban az időben? Általános és középiskolás korában. Úgy érti, hogy élt a családom? Igen, hogy élt a családja és maga? Nos, a családom. Volt egy kis házunk, abban 2 szoba fent és 2 lent. És mindenkinek kerülgetnie kellett a másikat. Nagyon nehéz az alkalmazkodás egy ilyen hatalmas családban. Csodálatos, boldog gyerekkorom volt. Tudja, mindenki bányász volt. Az apám bányász, a testvéreim bányászok. Mindannyian. Talán az öcsémet kivéve, aki más utat választott, amelyen aztán nagy sikerrel haladt, de ő is bányászként indult. Nos, az egyik szobában 2 ágy volt. Bennük 2 testvérem aludt. Mi alatt a többiek, a testvéreim, az apám, az anyám dolgoztak. Amikor hazajöttek, ők aludtak a 2 ágyban. Tehát állandóan váltottuk egymást. Így aztán az ágy mindig meleg volt. Meséljen az apjáról. Milyen volt? Nos, imádatra méltó, bájos, durva, közönséges, édes, intelligens, kedves, nagylelkű és rendkívüli képességgel bánt a szavakkal.
A gyermekeivel hogyan viselkedett? Egyfajta vak közömbösséggel. Nem egészen tudta, hogy melyikünk kicsoda. Olyan sokan voltunk. Emlékszem, egyszer, amikor hazamentem Walesbe, oda, ahol apám élt, belépve a házba, azt kérdeztem, Watch Limavé, ami azt jelenti, hol van ő. Válaszul azt kérdezték, mit gondolsz? Tehát elmentem a kocsmába. Ott ült a tűznél, alacsony ember volt, de sugárzott belőle az erő, mint általában a versziekből. Arca, szeme ilyen szénporos, felnézett rám, és azt mondta, ki vagy? Mire én? Én a te fiad vagyok. Erre ő, melyik? Hát így. Úgy tudom, 2 éves volt, amikor az édesanyja meghalt. Igen. Hogy lehet, hogy Jenkinsnek hívták, és Burton lett? Elmondaná a történetét? Meglehetősen bonyolult a történet. Ami valójában történt, ez a következő. Volt egy angol, akit Burtonnek hívtak. Ő volt középiskolás koromban az iskola igazgató, amikor az Oxfordi Egyetemre jelentkeztem. A versziek meglehetősen okosak, azt hiszem az olaszok mellett ők a legokosabbak Európában. Mindenképpen uralták az Oxfordi Egyetemet. Így aztán az oxfordiak megpróbáltak minket kiszorítani. Így jó ötletnek látszott a nevem megváltoztatása, mert a Jenkins jellegzetesen Walesi név, a Burton pedig nagyon angol. És nem vették észre, hogy Walesi vagyok, fel is vettek az Oxfordi Egyetemre. Hát így történt. Korábbi beszélgetésünk során mesélte, hogy a középiskolai tanulmányait meg kellett szakítani egy időre, mert családjának nem volt pénze. Igen, férfi divatáru kereskedőnél dolgoztam. Hogy tetszett? Nem nagyon. Hogyan kezdte színészi pályáját? A története, amelyeket unalmasnak tart. Igen. A megengedettnél fiatalabb voltam, amikor felvettek az Oxfordi Egyetemre. Csak 16 éves voltam. És ekkor valami különös dolog történt. Minden esetre az én világomban példanélkül álló. Egy újsághirdetés. A háború alatt, mint mindenütt, az összes fiatal férfit beírták a hadseregbe, a tengerészethez, vagy a légierőhöz, és így nagyon nehéz volt fiatal színészeket találni. 16 éves voltam, és pontosan ugyanazokkal a méretekkel rendelkeztem, mint most. Tehát olvastam az újsághirdetést. Emlyn Williams, a híres walesi drámaíró és színész, fiatal, 22 éves fiút keresett, aki tud walesiül, és van színészi talentuma is. Azt tudtam, hogy beszélek walesiül, de abban nem voltam biztos, hogy játszani is tudok. Nos, jelentkeztem, felvettek. Úgy éreztem, hogy a paradicsomba csöppentem, mert 10 fontot fizettek egy hétre. És abban az időben a legtöbb pénz, amit egy bányász keresett, 3 font volt egy hétre. És hogy én 10-et kaptam, úgy gondoltam, itt a világ vége. Így lettem színész. Mit tanult Oxfordban, és mennyi ideig? Csak 1 évet voltam ott, de lehetett volna akár 50 is, olyan hosszú időnek tűnt. Angolt és középkori olasz irodalmat tanultam. Miért éppen ezeket választotta? Az angolt nyilvánvaló okok miatt, az olasz pedig azért, mert olaszokkal voltam körülvéve. Walesben sok az olasz. Az Oxfordi Egyetemet mi követte? Háború volt akkor, és engem is besoroztak. 3,5 évig szolgáltam az angol légierőt, navigátorként. Igen. Igen, körülbelül 3,5 évig. Merre volt navigátor? Sok felé, Németországban is. Éppen útban voltunk, hogy bombázzuk a japánokat. Kanadát is átrepültük.
Elhagytuk Winnipeget, és útban voltunk Calgary felé, amikor a rádióban bemondták, vége a háborúnak. Ledobták az atombombát. Nem tudtam, mit jelent az atombomba, akkor 19 éves voltam. Ez a 3,5 év megmaradt az emlékezetében? Ó, igen. Hogyan? Megtanultam a félelmet. Igen? Akkor visszatért a színházhoz, ugye? Számtalan Shakespeare darabban játszott. Igen, meglehetősen sokban. Így játszott a Hamletet is Angliában, és később Amerikában, John Gielgud rendezésében. Először az Old Vicben játszottam, azt Michael Bentall rendezte. Csak 10 év múlva játszottam el újra, mert úgy gondoltam, hogy az első alkalommal nem voltam jó. Azt hiszem, John Gielgudot utánoztam. A második alkalommal ő rendezett, és akkor már senkit nem utánoztam, hanem magamat hoztam. Mi volt az angol és az amerikai előadás közötti különbség? Hát, nem is tudom, hogy mondjam el. Azt mondhatnám, hogy az angol Hamlet előadás olaszos volt. Fekete hajjal játszottam, és így tovább. A másik, az amerikai változat, őrült, démoni Hamlet. Azt hiszem, kezdetben mindenki utánoz valakit. Amikor maga például az első sort leírta, az hatott magára, akitől az anyanyelvét megtanulta. Ugye? A színész is kezdetben utánoz valakit. Lemásol. Egészen addig, ameddig meg nem találja a saját stílusát. Tehát alakul, változik, és végül teljesen saját maga lesz. Érzett valami különbséget az angol és az amerikai közönség között? Ó, igen. El tudnám mondani, hogy mit? Az angol közönség nagyon tartózkodó. Figyelik az embert, nagyon kedvesek, figyelik az embert, és nagyon-nagyon okosak, és nagyon intelligensek. Az amerikaiak nem ilyen intelligensek, de sokkal bőkezűbbek, nagylelkűbbek. Ezt hogy érti? Egyfajta melegség árad az amerikaiakból, amelyel az angolok nem rendelkeznek. Hogy lehet, hogy már évek óta csak Amerikában lép fel, és Angliában pedig egyáltalában nem? Úgyhogy nem szeretek angol adót fizetni. A pénznek ilyen fontos szerepe van az életében? A pénz a legfontosabb dolog a világon. Miért? Nélküle az ember nem tud élni. Mit csinál a pénzével? Elköltöm. Mire? Mindenkire. Akar belőle? Létesítette alapítványt. Például Veszben, a bányászoknak. Na, erről semmit sem fogok mondani. Persze, hogy létesítek. Nem bánja a rágyújtónak? Nem. Persze, nem akarom itt a dohányzást reklámozni. Amikor 1974-ben John Gielguddal találkoztam Londonban, azt mondta, hogy Richard Burton rendkívüli, különleges színpadi tehetségnek ismerte meg 1949-ben. Most már filmszínész, világsztár. Ott tart, hogy meg sem nézi azokat a filmeket, amelyekben játszod, még a musztereket sem, pedig azokból sokat tanulhat egy színész. Mihelyest elkészül egy produkció, már belekezd a következőbe. Gielgud nem helyeselte ezt. Meg kell értenie, hogy John nagyon, nagyon régi barátom, mindig nagyon kedves volt velem, és már akkor nagyon nagy színész volt, amikor megismerkedtem vele. Ebben a kérdésben John nem ért meg engem, és én sem John-t. John imádja magát nézni, mint ahogy a legtöbb színész is. Én nem szeretem magamat nézni. Nem hiszem, hogy teljesen egyedi eset lennék ezen a téren. Na, emlékszem, egy nap éppen a Shaftesbury Avenue-n sétáltam Londonban, amikor megláttam John-t. Jött velem szemben és sírt. Könnyek gurultak az arcán. Kérdeztem, mi baj van John? Éppen most láttam magamat egy filmben, amit 1936-ban csináltam. Azt hittem, azóta jobb lett. De persze tévedtem. Hát nem szomorú?
Ha meg sem nézi saját magát, kik azok az emberek, akiknek a véleményére hallgat egy-egy előadás vagy film után? Nos, körülbelül fél tucat barátom van. Közülük az egyik, akit a múltkor magának bemutattam, Cyril Cusack. És Alec Guinness, Laurence Olivier, John Gielgud, valamint egy színész, akit nem hinném, hogy ismer, Robert Harley. Nagyon jó angol színész. Eljönnek, megnéznek engem, mint ahogy természetesen én is megnézem őket. És ha észreveszik, hogy kialakul a játékomban valami modorosság, például egy bizonyos pillanatban fölemelem az egyik karomat így, a másikat meg így, azonnal szólnak és figyelmeztetnek, hogy hagyjam abban, mert különben, ahogy mondják, modorossá válok, tehát kijavítanak. Mit gondol a rendezőkről? A rendezők autóbusz kalauzok. Hogy érti ezt? Körülbelül 70 filmben és ugyanannyi színdarabban játszottam eddig. A legtöbb rendező, akit ismerek, persze néhány kivételtől eltekintve, 7 rendező kivétel, a legtöbb csak imitálja a rendezőt. Hamis tettetők, egyáltalán nem kellene rendezni őt. Ki az a 7 rendező? Azt meg nem mondom magának. Miért? Ne. A többi 140 nagyon megsértődik. Néhány közülük nagyon jó. Mike Nichols nagy rendező, John Huston, Martin Ritt is, és még néhány. Akkor a színházban mi történik? Ott saját magát rendezi? Na, azt megengedem a rendezőnek, hogy megmondja, hova menjek. Rendelkezhet a világítással is, vagy akármivel, de utána a színész már magára marad. Úgy értem, a színpad a létfontosságú. Az az a hely, ahol a színész a saját személyiségét adja, és estéről estére megváltoztat mindent. És változik maga is. Én meg is változtatok mindent. Mindjárt fölgyűjtöm itt a szőnyeget. Ha a rendezők ennyire nem érdeklik, milyen szempontok szerint választ a felajánlott szerepek közül? Talán a partnerek fontosak? Igen, ők fontosak. Mégis mi szerint választ a felajánlott szerepek közül? Én nem választok, a szerepek választják ki magukat. Ezt hogy érti? Szóval én nem megyek oda, hogy ezt vagy azt a szerepet akarom, vagy akármelyiket, ha azok jók is. Nos, ez figyelemre méltó. Nem hiszem, hogy bárki is igazán megértené a színészeket a nem színészek közül. Egyáltalában nem értik. Mi saját magunk számára is különlegesek vagyunk. Mi nem vagyunk valódi művészek, tolmácsok vagyunk, vagy valami ilyesfélék. Az esetek többségében, amit a nem színészek a színészekről írnak vagy mondanak, az kissé hamis. Renoir idézte az apját. Az apját Renoirt, aki valamelyik könyvében a következőket írta. Egy színész valamivel kevesebb, mint egy férfi. Egy színész nő valamivel több, mint egy nő. Tehát, ha egy kívülálló tesz észrevételt a színészről, az rendszerint becsmérlő. A színésznőket dicsőítik, a színészeket nem. Azért, mert a színész festéket és púdert ken az arcára, fölugrik a színpadra és különleges módon viselkedik. Az emberek féltékenyek. És magának van elképzelése a színészről? Halvány elképzelésem sincs. A színészek olyanok, mint az új lenyomatok, mint a magáé, mint a másoké, mindegyik különböző. Tehát úgy gondolja, a színészek nem művészek, hanem tolmácsok csupán. Azt hiszem, hogy csak kimagasló esetekben művészek. Általában tolmácsok csupán. Csak a szerepüket mondják. Melyek ezek a kimagasló esetek? Meg tudom mondani. Éppenséggel ebben az időben a... De mielőtt bármit is mondanék, tudnia kell, hogy én nem angol, hanem velszi vagyok. Szerintem most az angol színészek a legjobbak a világon. Miért gondolja? Mintha az angol színjátszás a reneszánszát élne.
Az angol színészek most olyan lehengerlőek, brilliánsak minden szinten. A tehetségük mélysége szinte ijesztő. Talán ez a színészképzésüknek tulajdonítható? Lehet. Shakespeare-t kell játszani minden színésznek. Igen, a képzésük, csak ugyan ragyogó. Mit gondol, mi a színészet valódi értelme? Nem is tudom. Tudom, hogy ezzel kapcsolatban szeret kitalálni történeteket, de mégis. Miféle történeteket? Például, hogy a színészet csak pénzkereseti lehetőség, hogy hobbi. De most elmondanám mégis, hogy mi a színészet igazi jelentősége. Nos, ha azt mondanám, hogy a színészet hobbi, ami furcsa módon igaz is, az olyan lenne, mintha azt mondanám, hogy a vér áramlik az ember testében, amiről nem tehet. Így vagyok színész. Gondolt-e valaha arra, hogy rendezzen filmet vagy színdarabot? Már mindkettőt rendeztem nagyon rosszul. Nem tudok rendezni. Később sem akar rendezni? Nem. Rendeztem egy filmet, a Faustust. Látta? Nem. Nagyon érdekes. Marlowe Faustus, hanem Goethe. Rosszul rendeztem. Ahelyett, hogy a színészeknek megmondtam volna, mit tegyenek, magam játszottam el helyettük. Nem tudtak utánozni, hiszen ők mások, mint én. Mit gondol, lehet-e a színésznek modell szerepe a társadalomban? Bocsánat, hogy? Mit gondol, lehet-e a színésznek modell szerepe a társadalomban? Ne. Semmi esetre sem. Úgy értem, tudom, hogy a színészek vagy a színésznők diktálhatják a divatot, a viselkedési formákat és így tovább. Az emberek másolják Humphrey Bogart, vagy Gary Coopert, vagy Marlon Brando-t, vagy Laurence Olivier-t, vagy John Gilgood-ot, de sorolhatnám tovább. Tehát utánozzák őket, a járásukat, a beszédstílusukat, az öltözködési módot. Ilyen értelemben hatnak, de csak is az egyszerű lelkekre. És magát nem utánozzák? Nem hiszem, hogy engem utánozni lehetne, hiszen én mindig más vagyok. Lehet utánozni Marlon Brandot, mert ő mindig ugyanaz. Lehet utánozni Paul Schofieldet. Ő is mindig egyforma. De ha én átalakulok 8. Henrikké, nagy, kövér, szakállas, vöröshajú emberré, ez utánozhatatlan. Akkor, amikor történelmi szerepeket játszik, akkor talán. De amikor hétköznapi embereket alakít, akkor utánozható, nem gondolja? Lehetséges. De nem, az én esetemben nem. Talán a maga játékmódja különbözik a többiekétől? Igen. Néhány színész nagyon különbözik tőlem. Amit ők tesznek, az az, hogy nem ők változnak egy másik személyé, hanem a személy változik meg bennük. John Gilgood például el tudja játszani a Lear királyt, a Hamletet, el tudja játszani Prosperot, mindent el tud játszani. De mindig John Gilgood marad. A hangja mindig ugyanaz. Mindig, minden ugyanaz. Gyönyörű, fantasztikus élmény nézni őt, de én viszont változom. Szokott-e improvizálni színpadon vagy filmen? Például akkor, amikor Shakespeare-t játszik? Improvizálni? Igen. Improvizálni, szóval ott kitalálni valamit? Igen, szoktam. Ez valóban egészen érdekes. Van egy örökbefogadott német lányom. A németek, tudja, nagyon nehézkesek, nagyon bürokratikusak. 7 hónapos korában adoptáltam a gyereket, magammal vittem, és évek múltak el, mire végre hivatalosan is elfogadtak az apjának. Véletlenül tudom a Hamletet németül. Beszélni nem tudok németül, csak a Hamlet szövegét. Mikor a kislány 7-8 éves volt, éppen a Hamletet játszottam New Yorkban. Eljöttek a németek megnézni, vajon megfelelő apja vagyok-e a gyereknek. És a feleségem, az akkori feleségem, akit Elizabethnek hívnak, figyelmeztetett, most aztán kedves légy a németekhez. Oké, mondtam.
Tehát átjöttek a németek, és nagyon németek voltak. Eljöttek megnézni a Hamletet, ami szent meggyőződésük szerint német színdarab, amit William Shakespeare rosszul fordított angolra. Határozottan hiszik, hogy német darab. Tehát elérkeztem a híres lenni vagy nem lenni monológhoz, és ott ült öt német a nézők között. A németek amerikai nagykövete, a tolmáccsal, a bíróval, szóval összesen öten voltak. Kijöttem a színpadra a kiskönyvvel, és elkezdtem. Sein, ordentlich sein, das ist die Frage. Ob's Edler, Imker, Mutig, Feil und Schleuder. Az egész monológot németül mondtam el. A közönség vette, a németek el voltak ragadtatva, én pedig megkaptam a gyereket. Csupán két ember hökkent meg, Claudius és a másik színész, aki szerepe szerint kémkedik Hamletre. Azt hitték, megőrültem. Egy szóval bármit megtehetsz a közönséggel, ha egyszer már megszerezted, a kezedben tartod a közönséget, bármit megtehetsz. Miből érzi, hogy megszerezte? Ezt csak érzed, mint az állat. Említette Elizabeth Taylort. Most milyen a kapcsolata vele? Majdnem minden nap beszélünk telefonon. És én szeretem őt, ő is szeret engem, azt hiszem. A filmek, amikben együtt játszottak, nagyon népszerűek nálunk. Nem látta véletlenül a makrancos hölgyet? Láttam, igen. És a dühöngő ifjúságot? Azt is. A napokban egy jó történettel szórakoztatott arról, hogyan született a dühöngő ifjúság. Emlékszik? John Osborne-nal való kapcsolatáról mesélt. Igen. Ott az Osborne könyv az asztalomon. Bár abban ez a történet nincs benne. Lehet, hogy az én emlékezetem kopik. Nos, John Osborne színész volt, kis színész, soha nem jelentős, és ugyanabban a darabban játszott, mint én. Egy napon a rendező kihozott a sodromból. Nagyon dühös lettem, pedig én ritkán veszítem el a türelmemet. Minden két évben egyszer, de amikor ez megtörtént, akkor viszont látásra. Ez a jelenet Osborne-t elbűvölte. Megírta a Néz vissza haraggal, ha úgy tetszik, dühöngő ifjúságot, de nem ez volt az eredeti címe, valami más. Elküldte nekem, elolvastam. Azonnal tudtam, hogy aki ezt írta, annak óriási tehetsége van a nyelvhez, bár a személyére nem emlékeztem arra sem, hogy nézett ki. Megírtam neki, hogy nyilvánvalóan meglehetősen jó író, de főszereplőjéből, Jimmy Porterből olyannyira hiányzik a sárm, hogy a közönség soha nem fogadja el. Úgy értem, hogy báj nélküli. Aztán elfeledkeztem az egészről. Ezek után elmentem az Egyesült Államokba. Valami filmben vagy színházban játszottam ott, és visszafelé haza a Queen Mary-n a britek hajóján utaztam. És a hajón kezembe került egy kis napilap, amit ott a Queen Mary-n nyomtattak, és ezt olvastam. Rendkívüli vita egy új darabról Londonban. A címe Néz vissza haraggal, az írója John Osborne. Úgy gondoltam, ezt meg kell fontolnom. Így elmentem megnézni, és tényleg nagyon vitatott volt. A nézők felkiabáltak a színészeknek. Fantasztikus látvány. 10 percen néztem már, amikor egyszer csak rájöttem, hogy ez az a bizonyos darab, amit elküldtek nekem. Nagy siker volt Londonban, elvitték New Yorkba. Így megint felkértek Jimmy Porter szerepére, és azt mondtam, most figyeljetek, tévedtem Londonnal kapcsolatban, de nem tévedek New Yorknál. Biztos bukásnak kell lennie, soha nem fogják megérteni New Yorkban. Teljesen mások, idegenek ott az emberek, soha nem értik meg. Óriási siker New Yorkban. Oké. Tehát kétszer veszítettem. Így, amikor felkértek a film változatára, azt mondtam, oké, megcsinálom a filmet. A film bukás volt. Igen? Hogyan? Úgy értem, kereskedelmi szempontból. Teljes bukás. 5 évbe tellett, mire visszahozta a pénzt. De művészileg sikeres volt. És én örültem, hogy elvállaltam. Van más író és költő barátja is. Például, ahogy a minap mondta, a legfiatalabb a Westminsteri apátságban. Nos, igen.
Nagyon kisfiú voltam, amikor az életem első igazi költőjével találkoztam, aki ugyancsak velszi férfi volt. Dylan Thomasnak hívták. Én 9 éves voltam, ő 19. És emlékszem, abban az időben írt egy kötet verset, amit 18 versnek hívott. És amikor az apám azt kérdezte tőle, hogyan fogy a könyv, azt válaszolta, nos, 18 vers a címe, és eddig 18 példányt adtunk el. Ő vezetett be az írók világába. Aztán megismerkedtem a többiekkel is. T.S. Eliottal, Yeatszel, Odennal, Spenderrel. És valahányszor látom Spendert, az egyik versére emlékezem. Felnézek rá, mert ezekkel a sorokkal örökre bevéste a nevét az emberiség történetében. Ameddig a nyelv él, addig Spender sorai is élni fognak. Így aztán bármikor, ha látom, eláll a lélegzetem e soroknál, amikor azt mondja, az emberiségről beszél, az emberiség nagyjairól, azt mondja, napfiaiként, kis ideig a nap felé haladva, ott hagyták az eleven levegőben rangjuk emlékművét. Nos, ezek a sorok örökké fennmaradnak a történelemben, örökké. Tehát, ha valami ilyesmit olvasok, eláll a lélegzetem, mintha a gyomromat hirtelen elvenné valaki. Milyen hatással voltak magára ezek az ismerettségek a későbbiekben? Például a barátsága Dylan Thomas-szal. Nos, Dylan. Dylan nagyon nehéz leírni. Egy embert, egy ilyen zseniális valakit nagyon nehéz megragadni. Olyan, mint a víz. Nem tudod a kezedben tartani. Mintha valami... Nem is tudom. Mintha valami folyékony dolgot próbálnánk villára tűzni. Rendkívüli ember volt. Ha bármit mondtam neki, például a hajvágásról, amikor levágatta a haját, hogy Dylan, Borbénál voltál, erre ő. Borbénál, igen. No, hadd meséljek neked a Borbéról, a Borbéról. És aztán kitalál valami elképesztő történetet a Borbéról, és én 2 órán keresztül elbűvölve hallgatom. Soha nem lehetett olyan közel kerülni hozzá, mint ahogy a legtöbb emberhez. Zseni volt. Megfordította a metaforát, mindent a feje tetejére állította. Maga együtt lakott vele egy ideig, ugye? Igen. Egy előadást, felolvasást tartottunk. Ő Shelleyt mondott, én pedig Keatset, azt hiszem. Romantikus költőket. És azt mondtam, Londonban voltunk, azt mondtam, Dylan, hol laksz? Mire ő? Nem tudom. Akkor gyere velem haza, jó? Így hazajött, és 6 hónapig ott lakott. Elbűvölt. Soha nem láttam őt enni. Mit csinált helyette? Ivott. Mit? Mindent. Kivéve vizet. Dohányzott is, ugye? Állandóan. Mindig így volt a szájában a cigaretta. Emlékszem, egy napon valaki azt mondta neki, egy rádió műsorban játszottunk, a rádió nagyon fontos, legalábbis az volt Angliában, és a műsor rendezője, az volt a címe, hogy zárójelben, azt mondta Dylannek, Dylan, kedves barátom, most te a senki földjén vagy, a németek és a brittek között, és haldokolsz. Velszi férfi vagy, sírsz és sikoltasz az anyádért. És Dylan szájában ott volt a cigaretta, így, és Dylan sikított úgy, hogy az ember akkor értette meg a sikítás fogalmát. Talán a lidércnyomásban, vagy egy borzalmas álomban lehet így. A cigaretta állandóan a szájában volt, és amikor befejezte, felén fordult, és azt mondta, lefogadom, hogy te soha nem tudnál így sikítani cigarettával a szádban. Természetesen nem is tudtam volna. Magának írta az Undermilkwoodot, ami erdőnk alján. Úgy értem, hogy maga adja elő. Az első hangot saját magának írta, a másikat nekem. És miután meghalt, mindkettőt én játszottam. Szerette? Igen. Mondja el az egyik kedvenc Dylan Thomas versét. Nem is tudom, legalább 50 lírai költeményt írt, amelyek mind figyelembe méltóak fennmaradnak, amíg ez a nemzetség él.
Nem mutatom az egésszel, de van köztük egy, a Fern Hill, amely, mint ahogy Dylan Thomas összes nagy verse, az elvesztett ártatlanságról szól, az elvesztett gyermekkoráról. Mindig visszautal a gyermekkorára. Tudja, mint gyermek határozottan hitte, hogy amikor aludni ment, az egész fizikai világegyetem eltűnt. Minden. Csak ő maradt meg lebegve invenciójának valami különleges terébe. És Dylan sohasem mondja aludni menni, azt mondja álomba lovagolni, mert egykor egy szobában lakott szenilis nagyapjával, aki az éjszaka közepén minduntalan egy képzeletbeli lovon lovagolt. Tehát Dylan azt mondja, csak egy részlet, naphossza csak a sürgés, derű, a szénabogják magasak, mint a ház, kémények dudolása, tág, levegő és játék, harmat lepett üde és zöld tűzként a fű. És éjjel a jámbor csillagok alatt, mikor álomba lovagoltam, baglyok ragadták föl a tanyát, míg csak sütött a hold, az istálók között lappantyúszált a kazlakkal, s lovak villogtak a sötétbe. Aztán az ébredés. A tanya visszatért, mint harmadtól kifehérült vándor, kakassal vállám, s minden ragyogott Ádámként, szűzi tisztán. Nem rossz, ugye? Gyönyörű. Úgy tudom, hogy februárban Londonba járt, amikor Dylan Thomas hamvait a Westminsteri apátságban helyezték el. Igaz? Igen, ott voltam. Dylan Thomas verseit mondta. Igen, a mi erdőnk alján, ugyanazt, mint mindig. Mikor volt ezelőtt utoljára Londonban? Hát, mikor is? Mikor lépett fel utoljára Londonban? Ja, a szereplésre gondol. Talán 4 éve. Meglepő volt ismét otthon? Ó, nagyszerű volt újra együtt a honfitársaimmal. Abban a bizonyos produkcióban mindenki velszi volt, és az előadás nagy részében velszi nyelven beszéltek, ami, mint ahogy tudja, teljesen különbözik az angoltól. Csodálatos volt, mert a velsziek akcentussal, tehát máshogy beszélnek angolul, mint az angolok. Dylan maga is velszi akcentussal beszélt. Íme egy másik illusztráció, hogyan fordítja meg Dylan a metaforát híres versében, amelynek címe figyeljen csak az első részére. És nem lesz rajtuk úr a halál. A holtak egyé válnak mesztelen a férfival a szélben és a nyugati holdban. S ha csupasz csontjuk elvész jeltelen, izzik a láb, s a könyök csillaga, örjöngve is lesznek még józanok, mély tengerből is föl kell bukniok, szeretők halnak, szerelmük soha, és nem lesz rajtuk úr a halál. Na, most ennek úgy kellene szólnia, hogy a férfiak a holdban és a nyugati szélben. De ő kicsavarta, fölcserélte, állandóan ezt teszi. Ez egyfajta szellemesség a részéről. Szellemes költő. Maga is szokott írni, ugye? Ó, igen, nagyon rosszul. Milyen írások ezek? Miről szólnak? Mindenféléről. Verseket nem tudok írni. Akkor miket ír? Novellákat. Lehet, hogy holnap magáról írok, vagy a többiekről. Soha nem jelentek meg? Ó, dehogy nem. Hol? Mindenütt. De Magyarországról nem tudom. Itt még nem. Nem. Egyik nagy meglepetés az életemben, hogy Németországban egy antológiát adtak ki iskolák számára. A novella gyűjteményben szerepelt Tolstoy, Dostoyevsky, Zola, Maupassant, Dickens, Hemingway, O. Henry és mások, és én. Ha eljön a házamba, 20 példányt is lát belőle. Mindenütt van belőle, legalább 20.
Mint nagy könyvbarát, miket olvas? Mindent. Valamelyik nap itt ültem, és éppen kifogytam az olvasnivalóból. A magyar telefonkönyvet vettem a kezembe. Lenyűgöző olvasmány, úgy értem, a nevek. Amikor nem forgat filmet és nem játszik, mit csinál? Mondja el egy napját. Rengeteget olvasok. El nem megyek, programokat nem tervezek, mert az ilyesmi az én helyzetemben meglehetősen nehéz. Miért? Mert sok ember tudja, hogy ki vagyok. De néha azért kimegyek, bár nem nagyon gyakran. Inkább itt tartózkodom. Bárhol is vagyok, a szobámban maradok. Amíg sétálni sem mehet ki, akkor a lakosztály nem olyan, mint egy börtön? Nem, ez egy privát, személyes börtön. Nem olyan, mint amilyenekbe a partizánokat zárták és kínozták. A sztárság nem veszélyes a színészre? Hogyan? Az a tény, hogy világsztár, nem veszélyezteti a színészi mi voltát, a művészetét? Az egy fontos, különleges és halálos ötvözet. Nagyon nehéz művésznek lenni, ha valaki ugyanakkor sztár is. Majdnem, hogy lehetetlen ez a kettőség. Nagyon veszélyes. És a maga esetében? Nagyon veszélyes. Miért? Maga milyen? Nagyon veszélyes. Maga művész és ugyanakkor sztár. Hogyan tudja összeegyeztetni a kettőt? Nos, ezt nem tudom. Ez szolgálhatna egy megírandó könyv alapjául. Hogyan írná le saját magát? Úgy értem, a külföldi lapokban olvashatunk botrányairól, válásairól, találkozásairól, ilyesmikről. De nagyon nehéz ilyen alapon véleményt formálni, és kiszűrni, hogy mi igaz ezekből a pletykákból. Én teljesen másmilyennek ismertem meg magát, mint amilyennek leírják. Igazam van? A sajtó kitalálja az embert. Mikor fiatal voltam, úgy emlékszem, éppen maga idézte nekem a minap Kenneth Tynant, ugye? Nos, amikor 24-25 éves voltam, Kenneth Tynan azt mondta, nagyon jó barátom volt, már meghalt. Nem szó szerint idézem, de azt mondta, hogy Richard Burton ez meg az, talán a ma Edmund Keane-je. Na már most Edmund Keane minden idők legnagyobb angol színésze volt. De Edmund Keane az ivásba halt bele, 39 éves korában. Így tehát már előre elhatároztak rólam valamit, a skatuja megszületett. Úgy döntöttek, hogy én ez a vad, nyugtalan, hülye teremtmény vagyok, aki halálra issza magát, a világ összes nőjével lefekszik, és minden ilyesmi. Ők találták ki a mintát, nem én. Én teljesen más vagyok. Ezek szerint erre semmi alapot nem adott. Tessék? Semmi alapja nem volt ennek? Nem. Egyáltalában nem? Nem. Nem hiszem, hogy erre okot adtam volna, legalábbis annyi idős koromban. Na persze, a sajtónak óriási a hatalma. A sajtó megváltoztatja az embert, átváltoztathatja olyanná, amilyennek ők képzelnek el. Valóban néha azon kapom magam, hogy elkezdem a rólam írtakat művelni, csak azért, hogy megörvendeztessem a sajtót. Nem is úgy értem, hogy megörvendeztessem, hanem... Megetesse? Igen. Ha azt akarják, hogy vad legyek, vad leszek. Hogy részeges legyek, akkor részeges leszek. Ha azt, hogy nőkkel foglalkozom, akkor azt teszem. Tehát mindez magának semmi köze nincs. Nincs, teljesen más vagyok. Egyáltalában nem olyan. Örömmel hallottuk, hogy szeretett itt lenni Magyarországon, és szívesen jött vissza. 10 év után mik az impressziói? Miért szeret itt lenni? Azt hiszem, ez egy rendkívüli város, és én szeretem. Nagyon konzervatív vagyok ebben az értelemben, hogy szeretek visszatérni oda, ahol már jártam. Emlékszik, Júlia, 10 évvel ezelőtt pontosan ugyanebben a lakosztályban, ebben a szállodában laktam. Ebben az értelemben nem változom.
Magyarország nekünk, szegény embereknek a nyugatról különlegesen hangzik, különleges szó, Hungary. Lengyelország neve nem jelent semmit. Oroszországé, Jugoszláviáé sem. Hungary, már a szó hangzása is rendkívüli. A jelentése is olyan különleges. Angolul Hungary, hunger, vágy az életre. Vágy akár Magyarország irán. Desire for food, desire for whatever it is. Hungary. A magyar az utolsó nagy hatalom, amely keresztül söpört Európán. Magyarország mindig is foglalkoztatni fogja a világ képzeletét, a nyugati világét biztosan, mert van valami különös, furcsa kép Magyarországról. Mivel már másodszor tölt el nálunk hosszabb időt, a múltkor 3,5 hónapig volt itt, érdekelne, hogy a név, a szó jelentésén kívül, ami magának annyira tetszik, van-e még valami, ami ide vonza? Nos, Júlia, én nem ismerem jól Magyarországot, Budapestet ismerem. És Budapestet, mint tudja, legalábbis a nyugati irodalomban, híresnek írják le, úgy, mint a Kelet Párizsát. Amit viszont újra kellene fogalmazniuk, mégpedig úgy, hogy Párizs a nyugat Budapestje. Budapest fantasztikus város. Az emberek is olyan rendkívüliek, az arcuk olyan csodálatos, eleven és gazdag, senki sem hasonlítható magukhoz, kivéve a velszieket persze. Abban a reményben, hogy nem telik el 10 év, mire újra eljön Budapestre, talán mondhatom Velszül. Remélem, jól ejtem ki. Jól. Nos, ha valaki most azt mondaná, arra vagyok ítélve, hogy életem hátralévő részét egy helyen éljem le, és megkérdezné, hol szeretnék élni, azt mondanám, Magyarországon. Nem viccelek. Komolyan.